Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem egy kézilabdás legenda, Trisztyuk Krisztina. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Mielőtt a pályafutásodról kérdeznélek, idézzük meg a sportmajálison történteket. Szívet melengető volt, ugye Cserpakovics András polgármester úr a hagyományokhoz hűen elmondta a gondolatait, ugyanakkor felhívta a figyelmet rám, hogy a nézőtéren ott ült Trisztyuk Krisztina, a kiváló kézilabdás, aki búcsúzik az aktív játéktól, és én azt gondolom, hogy meghatottak lehettünk mindnyájan, hiszen vastaps kísérte, amikor felálltál, és ez egy fontos pillanat. Fontos pillanat azért, mert nagyon sokat tettél azért, hogy a női kézilabda olyan szintre jusson Fehérváron is, meg hát majd kiderül, hogy számtalan klubcsapatban bizonyítottad a tehetségedet. Úgyhogy hát sajnáljuk. Viszont tekintve, hogy itt maradsz velünk, ez nagyon-nagyon fontos. Örülök, hogy itt vagy. No, hát beszéljünk a kezdetekről, hiszen nagyon fontos, hogy egy ifjú hölgy, egy kicsi lány miként választ magának sportágat. Hát ez nehéz volt. Igazából ez úgy történt, hogy apa vett először színes tévé, és akkor láttam első film a Jackie Chanról, és úgy gondoltam, hogy én leszek a Krisztina Chan, és bejelentkeztem egy ilyen taekwondo-szerű edzésre, és akkor ott tönkretettem minden, és ott kiszúrtak, hogy ebben a lányban több van. És 6 évesen elkezdtem kézilabdázni. Tehát hát, és nyilvánvaló, hogy megvolt benned a tehetség, de a tehetség mellett szorgalmas is voltál? Igen, nagyon. Én mindig akartam legjobb lenni. Ki volt az, akitől az alapokat megkaptad, akire ma is szívesen emlékezel? Mindenkitől. Mindenkitől? Mindenkitől. Nincs olyan edző, hogy máshogy beszélek, mert mindegyik edző kaptam valamit. Az orosz pályafutásod rövid volt. Annak ellenére, hogy a válogatottban, és erről fogunk beszélni, nagyon sokat és remek eredményeket értetek el, viszont 2004-ig játszottál otthon, ha úgy tetszik, a HK Lusz csapatában, és akkor jött Veszprém. Honnét jött a gondolat, hogy kipróbálod magad itt Magyarországon? Igazából én már Moszkvában már befejeztem a kézilabdát, mivel elszakadt a keresztszálagom, és akkor meg mivel fiatal voltam, nem tudtak megműteni, de én ott váltottam és megtanultam balkezelőni, és lettem jobb szélső. És utána olyan erős fájdalom volt, hogy mondom, akkor inkább befejezem, és Veszprémbe kicsit unatkoztam, és gondoltam, miért nem? De egyre jobb lettél. Tehát ez nagyon-nagyon érdekes, hiszen 21 évesen 2006-ban, ezt azért hadd mondjuk el, 21 évesen bemutatkozhattál egy ilyen előzmények után az orosz válogatottban is, és jöttek a fantasztikus sikerek. Hiszen már abban az esztendőben az EB-n dobogóra állhattatok, ezüstérmesek lettek. Igazából én erről nem szoktam beszélni, mert ott annyira nem tettem olyan extra teljesítményt, de örülök, nem tudom. De hát, ha valaki bekerül egy olyan csapatba, ami Európában az élvonalhoz tartozik mindig, hiszen a következő két világbajnokságot pedig meg is nyertétek. Nagyon kevesen mondhatják el magukról, ugye 2007-ről és 2009-ről beszélek. Közben még volt 2008-ban egy EB bronz. Tehát az egy csoda csapat volt egyik oldalról, tehát uralta a női kézilabdát, másik oldalról nyilván egyre inkább tevőleges szerepet játszottál ebben. Nekem meg mindig én többet tudok beszélni a magyar válogatottról, mert tehát ezt a élmény, a lehetőség az annyira benne maradt, és én nagyon boldog vagyok, hogy játszottam magyar válogatottban. Ja, így van. Mi is nagyon boldogok vagyunk, azt most mondom. Mi hozott Fehérvárra? Hiszen nagyon-nagyon fontos pillanat volt a Fehérvárra igazolásod, hiszen egy kicsivel később már az Európa-bajnoki magyar válogatottban szerepeltél, bronzérmes lettél. Mi volt Fehérváron, ami fontos volt számodra? Amikor ugye a NB1-es játékos itt lettem, és olyan fantasztikus emberek között
kézilabdáztam, mint a City BA, Bálok BA, Sugar Team, tudok sorolni, Pádor Márga, tehát annyira jó volt a hangulat, edzések, tehát ilyen az egész, tényleg úgy éreztem, hogy csapat vagyunk. És itt vagyok újra. Igen, nagyon fontos, hiszen otthonról hazajöttél, ha itt tetszik. Fontos számunkra, ki volt az a mester itt, aki nyilvánvaló, hogy megtalálta benned azt a potenciált, ami aztán egyenes út vezetett a válogatottsághoz? Vóra József. Igen? Igen. Mit lehetett tőle megtanulni? Amikor ugye Vóra József jött ide Fehérvárra, akkor én annyira nem támadtam, csak védekeztem, és ő bennem meglátta, hogy van bennem valami, és nagyon sokszor edzés után maradtam vele, és meg plusz egy óra gyakoroltunk, és így elhittem, hogy képes vagyok, és újra szeretnek legjobb lenni. Fontos volt, hogy építsd magad, hiszen itt az imént mondtad azt a névsort, tehát a City BA-ékat, ők mindannyian klasszisok voltak, és te pedig tartottad velük a lépést, és egyre magasabb szintre emelkedtél. Fontos volt az ő példájuk? Hogyne, persze. Én nagyon szerettem velük kézilabdázni, mert ott nem kellett bemutatni egy figura. Tehát rájuk néztem, már tudtam, hogy mi lesz. Tehát ez a profizmus, és tényleg világklasszisok. Vártad már, hogy megérkezzék a válogatott meghívó? Egyáltalán az állampolgárságot szeretted volna? Most is az a hideg. Hát nagyon izgultam, és emlékszem, amikor ott voltam, magyar himnusz, és akkor ott megijedtem, és elkezdtem ugye sírni is, hogy úristenem, most akkor én magyar vagyok, meg közben orosz is, most nem értem, hol van a szüleim, ez most jó vagy nem, de az egész család támogatott engem, hogy jó. A válogatott meghívó megerősítést jelentett? Hogy igenis ott a helyed abban a klasszis csapatban? Igen, igen. A Karl Erik Börntől kaptam, hogy a meghívó, pont akkor ott elszakadt a vádlim, de ő akkor is bízta, hogy játszani fogok, és akkor játszottam is. De játszottál is, és azért az első válogatott mérkőzésen mit gondoltál? Mit éreztél? Hiszen az elsőt azt mondják, ez közhely, de igaz, hogy soha nem felejtjük el. Ott olyan szintű boldog voltam, hogy megláttam a saját mezemet, hogy Tristjuk őt, és akkor a Görbic odajött hozzám, és ne izgulj, minden rendben lesz, hogy sikeresek leszünk, és ott annyira egybe voltunk, pszichisan, fizikálisan, minden. És egyben is maradtatok, hiszen további 52-szer viselted a válogatott meszt, nagyon sok gólt lőttél, 140-et, én azt gondolom, hogy a posztodból adódóan is az egy remek teljesítmény. Ki volt az a szövetségi kapitány, akivel szívesen szerettél dolgozni? Nemeth András. Igen? Pedig ő egy, ugye Fradi zöld-fehér a szíve is azt mondják, de nem baj. Én nagyon szeretem szigorú, de nagyon profi. A posztodból adódóan nyilván azért nagyon sok vetélytársad volt. Ki volt a kedvenc irányított például? Irányított a Görbic volt, meg Szucsánszki. Igen? Hát az nagyon-nagyon jó. És mi vitt érdre? Hiszen egy esztendő múltán váltottál, az érden egy remek csapatot építettek, ahogy a legutóbbi időkig is így volt ez, bár most ugye leszálló ágban vannak, de hát arra nem emlékezünk. A fontos célokat tűztek ki Érden, amiért érdemes volt oda menni? Igen, én emlékszem, hogy a Szabó Edina akkor találkoztunk a Szabó Edinával, és akkor mondta, hogy mi lenne, hogy váltsak, és mondom, miért nem szeretnek kipróbálni, és akkor harmadikak lettünk. Remek csapat volt, aztán jött a változás. És újra jött egy változás, tehát nem mondhatjuk, itt a felsorolás szintjén még csak a felénél sem tartunk, mert utána pedig újra Dunaújváros, ahol aztán a klubpályafutásod legjobb eredményét értétek el, hiszen Dunaújvárosban is elkezdtek építkezni. Tényleg az fontos volt számodra, hogy mindig olyan csapatot találj magadnak, ahol konkrét, fontos célokat tűznek ki? Minden sportolóknak nagyon fontos a célok, de ott
ott valami, nem tudom miért is így döntöttem, akkor a Radulevics Bajánával beszéltem meg a Máté Fiesterrel, és akkor megbeszéltünk, akkor hogy lesz, mi lesz, és mondtam, hogy jó, rendben, és ez a legjobb döntés volt. Igen, hát Dunaújvárosban csodacsapatot építettek, én azt gondolom, ezt az EHF kupa győzelem is bizonyítja, két esztendő múltán, ugye 2016-ot írtunk, nem is volt olyan túlságosan régen. Én azt hiszem, hogy az egész ország Dunaújvárosnak szurkolt. Milyen volt az a csapat? Ugye Bojanát mondtad már, és Máté Fiesztert, tehát két remek átlövőről beszélünk, de a többiek, milyen volt az edző, egyáltalán hogy álltatok így össze? Hát ugye, amikor elkezdtem velük edzeni, akkor Máté Fiester volt az edző, és ő válogatta a játékosokat, hogy ki lesz a csapatba, ki nem. Aztán jött az Ofko, de már a csapat már megvolt. Olyan kis család, ez a Dunaváros, és erre mindig híres volt, hogy Dunaváros ez egy kis család. Akkor játszottam oda Ferling Dettivel, Bolát Anitával, Vince Melinddel, és ott alakult olyan extra csapat, hogy ennek volt az eredménye. Tényleg, az közbevetve, hadd kérdezzem meg, hogy a csupa kisvárosban, tehát én azt mondom, hogy Budapesthez mérten természetesen kisvárosban játszottál, ez tudatos volt? Hogy nem mentél Pestre soha? Nem, engem nagyon sokszor megkeresett a Fradi, meg a Győr, de valami miatt én nem, hogy nem akartam legjobb között lenni, de megérzéseim voltak, hogy nem. EHF kupa. Milyen egy döntő a játékos szemével? Hát ez extra fantasztikus érzés volt, amikor bementünk, és hogy milyen sokan voltak. És tudtunk, hogy több mint 7 gól kellett megverni a Metzingen, és akkor EHF kupa győztesek leszünk, de ez nagyon nehéz volt, de én látom a lányokban, az öltözőben, hogy mindenki akar győztesnek lenni. Igen, érdekes, hogy már beszélgettem köfémes lányokkal, ugye az ő kupa győzelmükről, ugyanezt élték meg. Ugyanezt érték át, hiszen a szurkolók segedelmével némiképpen ez egy egészen más millió, egy teltház előtt játszani egy nagy csarnokban. Az mit jelentettek neked a szurkolók, hiszen közönségkedvenc voltál? Én olyan ember vagyok, hogy én nagyon közel engedem magamhoz a szurkolókat is, és bárhol is játszottam, nagyon jó kapcsolat volt velük. Pláne ott a döntőben, meg Debrecenből is jöttek külön buszok, és jó volt látni közben, amikor én tudom, hogy amikor játszunk Debrecenben, akkor nagyon sokat kapunk negatív dolgokat, de olyan fantasztikus szurkolói tábor Magyarországon, hogy valami elképesztő. És ennek ellenére a következő évet már ugye Siófokon kezdted. Akkor jött a Siófoknál is az a felismerés, mondom én, bizonyos értelemben kívülállóként, hogy hoppát, van egy olyan sportág, a női kézilabda jelesül, ahol csodákat lehet elérni szakértelemmel és megfelelő játékos választással. Milyen elképzelést vázoltak fel neked, mikor Siófokra mentél? Ez úgy történt, igazából én nem akartam váltani a Dunaváros, mert ugye ott történtek olyan dolgok, ami vártam sokáig, meg a többi lányok is. De a Fodor Jánossal beszélgettünk, és mondta, hogy szeretne jó csapatot alakítani, és akkor én lenne a főszereplő. Mondom, jó, akkor megyek oda. Így is történt. Tehát tulajdonképpen a Siófok szárnyalása veletek kezdődött, aztán nyilvánvaló volt, hogy a Győrt és a Fradit nagyon nehéz lesz befogni, de azért ott volt a helyetek a dobogón mindig. Bár ugye ez nem tartott soká, Balaton fővárosából azért megtaláltad a helyedet, és elmentél a világ végére. Mondom én a világ végét, hiszen Kisvárdán is úgy gondolták, mondom én, hogy itt az ideje, hogy egy olyan NB1-es, tuti NB1-es csapatot építsenek. Miért döntöttél Kisvárda mellett? Mert ezt nagyon sok mindenkivel beszéltem erről, és hát de hitelesen nyilván te fogod tudni megfogalmazni. Ez úgy volt, hogy
Máté Fieszter, akkor ő volt az edző ott, és mondta, hogy mi lenne, hogyha újra együtt fogunk dolgozni, és mondom, Esztinek van meg egy év szerződés, és mondom, nem. És aztán a Kisvárdának a főnöke, ő nagyon akarta, hogy menjek oda. Hossz volt a tárgyalások, én meg is kérdeztem a Kisvárda, ez hol van Romániában, mert én nem tudtam, nem is hallottam, hogy hol van ez a város. Akkor a Trifa Ágnesen megbeszéltünk, akkor megyünk oda. Megmondom őszintén, megijedtem, mert teljesen új csapat. Nagyon sok külföldi játékos érkezett Kisvárdára. Sokat tanultam. Jól játszottunk, jó eredmények voltak. Nem bánom, hogy ott voltam. Nem bánod? Nem. Az is egy sok nemzetiségű csapat volt. És nyilvánvaló, hogy régóta dédelgetted azt az álmot, hogy kipróbálod magad légiósként külföldön? Hiszen akkor már magyar voltál réges-régen nekünk, mindig is. Megmondom őszintén, én nem akartam külföldre menni, pláne Németországba. Csak ugye Kisvárdon már nagyon éreztem, hogy valami nem jót csinálok. Már nincs motiváció, már elfáradtam, ugye apu elment, és ott volt ilyen inkább pszichisen nagy törés. Akkor lemondtam a válogatottságról, hogy hiába dobáltam a gólokat, de pszichisen nem voltam jól. Extra szerződésem volt, nem akarok hazudni, de ott kértem, hogy engedjetek engem, mert nem érzem jól magam saját bőrömben, mert nekem újra kell felépíteni magamat. És utána írtam a semmiből a Herbert Müllernek, mert 90-en keresztül minden évben írt nekem, hogy Chris Milano, hogyha jössz Thüringerbe, és mondom, nem. És ott írtam egy SMS. Egy óra múlva már visszahívott ki a menedzseret, akkor felvesztem vele a kapcsolat. És igazából a Kisvárda volt nem extra fizetes, és én lemondtam mindről, csak hogy újra szeretnék felépíteni magamat. Nagyon sokan bántottak, hogy most megint csapatot váltotta, vagy mi, de mentálisan elfáradtam. Család messze volt, ugye apu elment, akkor most merre, most mit szeretne elérni? Ott nagyon, hát ott zuhantam nagyon. Elindultam Thüringerbe, megismerkedtem fantasztikus emberekkel, és ott elértünk, német kupa, győztesek lettünk. Igen, és viszont jött 2018-ban egy olyan súlyos sérülés, amit azt hiszem, hogy nagyon nehéz beszélni róla, mert én azt gondolom, hogy egy klasszis kézilabdazó pályafutásában minden sérülés, de ez a bokaszalag szakadás, ezt nem kívánhatjuk senkinek sem. És ráadásul egy olyan pillanatban, amikor már azért megtaláltad a helyedet. Ezt hogy élted meg? Mert ez borzalmas időszak lehetett. Én emlékszem, hogy a Bajnokok Liga meccs előtt volt egy utolsó edzés. 10 perc volt vissza, és akkor én meghúztam a bal combomat, és mondtam a Herbernek, hogy nagyon fáj. Mondta, hogy Krisz, légy szíves, legalább X, ez is jó lesz. Mondom, jó, gyógyszer, minden. A Krim Ljubljánával játszottunk. Első fél időt szárnyaltam, éreztem, hogy jó, de jó. 5-5 lőttem, mondom, na akkor most jó lesz. És első fél idő után már ugye az öltözőben voltunk, már éreztem, hogy valami nem stim. Tehát már éreztem a combom. A második fél időben nagyon akartam cselezni, és nem úgy bent a lábam, mert máshogy terheltem. Ott, megmondom őszintén, olyan recsenes hallottam, hogy ez nehéz arról beszélni. Egyszer visszanéztem, mi történt. Ez hát, drasztikus inkább, mert ott sokat kaptak, nem csak én, meg a szurkolók, meg a mentők is, mert nem tudtak semmit csinálni, a morfiumot toltak, hogy legalább szállítani kell a kórházba, és úgy volt, hogy másnapra utazok Szibériába a testemhoz. És elvittek engem a kórházba. Amikor vágtak a kompresszors zoknyája, és láttam, hogy valami nem stimmel, mert 10 másodperc alatt ilyen ekkor lett a boka,
És mondtam nekik, hogy semmi baj, mondom, nekem már sokszor elszakadt a bokaszálagom, mondom, én holnap utazok a Berlinból Szibériába. És Doki mondta, hogy nem, tehát most röntgen lesz, röntgen negatív lett, és mondta, hogy nagyon gyanús neki a bokam, azonnan MR. És akkor MR után mondta, hogy ebből műtét lesz. Mondom, nem, de hogy is, mondom, gipsz elég lesz. És amikor megmutatta, én soha nem felejtem, hogy megmutatta a számítógépen, hogy mi szakadt. Hát minden. Csak a csont tartott, akkor ez volt probléma, hogy ki fog műteni, mert nem egyszerű a műtét. Velem játszott egy Saskia, ő német válogatott játékos, és ő elintézte nekem egy extra orvos. 8 órán keresztül műtöttek. Tehát Lipcsében volt. Igen, Lipcsében műtöttek. 8 órán keresztül, és én emlékszem, hogy Doki jött a szobámba, és mondom, Doki, mondom, mikor tudok kézilabdázni? És így rám nézett, azt mondott, hát járni kell tudni, nemhogy kézilabdázni. És mondom, megnézhetem a bokam, mert én azt hittem, hogy ilyen csak ultraszkóp kis műtött, és akkor minden rendben. És amikor megláttam, hát nem szép. Amit megláttam, elájultam, mert ott gondoltam, hogy ez, ennek vége van. Hogy haladt a felépülésed? Hiszen nyilván nem adtad fel, hiszen ez akarat kérdése is, és nyilván egy jó rehabilitációs orvosok azért sok mindenki segített. Elkötelezett voltál, hogy folytatni szeretnéd, vagy először csak újra megtanulni járni? Megtanulni járni, mert orvos mondta, 4 hónap múlva fogsz tudni újra járni. Más első 2 hónap volt gipsz, minden volt, rá nem lehetett lépni, de én már 1 hónap múlva már mentem kondizni a lányokkal, és a Herbert Müller mondta, hogy te nem vagy normális, mit keresse itt, pihizni kell. Mondom, nem, itt vagyok, legalább a felső tesz, ez nagyon szép lesz nyára. És amikor orvostól kaptam zöld lámpa, így megkérdeztem, mondom, Doki, mikor tudok vezetni? Mondta, hogy Kriszt, step by step, minden nap picit. Ez volt dél körül. Reggelén 1-kor már elindultam Magyarországra 1100 km, és már telefonáltam, hogy Apkorovics Géza, Mohács János, Pulgár Szilárd, akkor hogy lesz rehabilitáció, mert ők a mindenem. De szorgalmas voltál nyilvánvaló. Mikor érezted úgy, hogy itt az ideje a visszatérésnek, hogy még képes leszel játszani? Voltak olyan napok, amikor feladtad? Mert ezek nehéz időszak. Nem, egyszer sem. Egyszer sem. Amikor ide érkeztem, akkor úgy kezdett a nap, hogy 7-kor már konditeremben voltam. Nem terveztem visszatérni. Megint a Máté Fiester. Mi lenne, hogyha újra új város? Mondom, nem, én már nem fogok innen költözni, itt van a lakásom, én szeretek már itt. Csak picit. Aha, picit, sikerült. És akkor így lett a pici. Pici. Igen. És mi hozott vissza Fehérvárra? Itt már biztos voltál abban, hogy a búcsúig akkor újra fehérvári leszel? Mármint kézilabdásként? Mindig gondolkoztam, hogy valamikor visszatérek. Nagyon köszönhetek a Balázs Imrének meg a Deli Ritának, hogy megbeszéltünk, aláírtunk szerződést, egy percre bántottam, itt vagyok. Ha összefoglaljuk, ja igen, még azért beszéljünk a családról, ki tartotta benned a lelket? Hiszen az nagyon fontos a játékos társaid mellett. Apa. Igen? Uh-huh. Apa. Anya, ő inkább mindig azt mondta, hogy be kell fejezni, ez nem normális ez a sport, minden nap látta, hogy valamit eltörött, vagy lila foltok, neki ez fáj. Apa mindig mondta, amit vállalta, akkor 100%-osan kell csinálni. És amikor volt pillanat, amikor apa nem bírom, ez meg az elején, akkor önnek mondta nagyon jó, hogyha nem, akkor most fejezd be. Tehát elkötelezett voltál, példa voltál és példakép. Igen. Nehéz volt a búcsú. Hogy döntött, mikor döntötted el, hogy itt a vége az aktív pályafutásodnak? Tavaly már ugye éreztem, hogy 60 perc az nagyon sok. Mai világban nagyon ritka, amikor egy játékos 60 percen keresztül védekezés támadást, tehát
ez nem volt egyszerű. És akkor jöttek a szakadások, inkább a vádli szakadás. Felépülök újra a szakadás, tehát egyszerűen már nem tudtam kontrollálni a testemet. A 17 éven keresztül, amikor egy ember játszik NBA-be, 60 perc megválogatott, és sose volt pihje, szerintem most a testem egy feladta. Tehát tudatosan, viszont készültél-e a jövődre? Milyen jövőképed van? Hiszen nagyon-nagyon fontos, sokatszor mondom el, hogy példakép vagy. Nem véletlen a nyílt színi taps mindenütt, ahol megjelensz. Készülsz-e arra, hogy mi lesz majd abban az időszakban, amikor a kézilabda nyilván van, csak nem a pályán? Kezdődjük egy új élet. Nagyon szerettem, vagy szeretem kihívásokat. Én szeretnék olyan sikeres lenni a civil életben, mint a sportban. Én soha nem zárkoztam, hogyha tanulnom kell új dolgokat, mert legjobb befektetés, amikor foglalkozunk saját magunkkal. Kézilabda mellett nagyon sokat tanultam. Most nyáron elvégeztem Moszkvai Akadémia, ott erről volt szó, hogy sport, management, marketing, meg sportvezető. Én nagyon szerettem intézni, segíteni, azonnan reagálni. Szeretnek segíteni az embereknek, a sportolóknak. Inkább errefele. Edző, nem látom magamat, mert én maximalista vagyok. Nem tudok elviselni. Tudom, hogy a gyerekeknek kell elmagyarázni, de hogyha én látom, valakinek nincs kedve, akkor én ott nagyon ideges tudok lenni. De így bármikor segítek a piciknek. Mi azt látjuk itthon, hogy fényes jövőképe van a magyar kézilabdának, a női kézilabdának mindenképpen, függetlenül attól, hogy ugye hemzseg a légiósoktól a két sztárcsapat, de ennek ellenére fantasztikus tehetségek nőnek ki. Jó ez az út? Miként látod? Amikor én ide érkeztem Magyarországra, nem volt ennyi légiós Magyarországon. Akkor a magyar válogatott topom volt szerintem. Most, mivel nagyon sok légiósok vannak, nagyon sok tehetséges játékos van Magyarországon, de ez mivel sok a légiós, és a magyar játékos nem kap ennyi lehetőség. Igen. És szerintem azért tartunk ott magyar válogatottal, nekem ez nem tetszik. Értem, mi is azt látjuk, amikor erről beszélünk, hogy a Győrben a széleken játszanak maximum, de már a kapusunk sincs, a Fradiban ugyanez a helyzet, bár a Háfra Noémi az egyetlen, aki ugye most Győrbe igazolt, és a kicsik a Mosonmagyaróvárban, a Vácban, a Debrecenben kapnak lehetőséget a kulcsposztokon. Hát de ezen nyilván sajnos nem lehet változtatni. Viszont abban az értelemben lehet klasszis csapatot építeni így? Miként látod? Amelyik, ha nem is a ti szinteteken, tehát már mint éremszerzést tekintve, de aki mondjuk a top 5-ben ott van Európában. Vagy annyira fejlett most már a Szovjetunió szétszakadásával számtalan új klub jött létre, Jugoszláviában is, tehát Szlovénia, szerbek ott vannak, szlovének, tehát mindenhol remek válogatott alakult. Szerintem most is nagyon jó válogatottunk van, de hiányzik akarat, meg alázat. Igen. A Vladimir szerintem nagyon jó edző, csak ez tényleg, ami megcsináljuk együtt, nem kell foglalkozni külső világ, most tényleg most kicsit más oldalon van a kézlabda, hogy most már ugye a játékos mit kap, reklám, szerződéseket szerepelnek így tévébe, és akkor elfelejtenek pont olyan dolgot, amivel kell foglalkozni. Értem. No, mit kívánjunk neked a jövőben? Családot? Igen. Gyereket? Boldogságot. No, hát akkor családot, gyermekeket és boldogságot kívánunk. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták.
Vendégem Trisztyuk Krisztina volt. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!